Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és most egy forgatás behind the scenes fogok nektek megmutatni. Konkrétan itt vagyok a workshopban, a Brody Shopnak az egyik helyén, és a háttérben ott a Tiptonnak van a showroomja, egy nagyon cool szemüvegeket gyártanak. Amúgy Zekkel, az alapító és ötletgazdával csináltam egy villámkérdéseket, ha nem láttátok, ide kattintva megnézhetitek. Most egy ilyen date night-os, misztikus, dark, moody feelingű, nagyon rövid filmet fogunk csinálni. Egyrésztről Valentin napra lehet használni, és amúgy most Covid alatt vagyunk, nincsenek körülöttem, azért nincs rajtam maszk, és az egy nagyon különleges lehetőség, mert ugye a boltok nyitva lehetnek, viszont itt van egy bárpult, és van egy olyan akciója a Tiptonnak, hogy bemehettek úgy szemüveget próbálni, meg szemvizsgálatra, hogy utána egy koktélt megihattok, és az a stratégiai koncepció, hogy mennyire poén lenne, hogyha ezt összefűznénk egy olyannal, hogy akkor ne csak egy szemüveget próbálj, hanem koktélozzatok, és akkor ez egy ilyen date night during COVID, tehát hogy egy ilyen különleges randi program, hogy végre lehet valahova menni, és egy ilyen kellemes millióban egy jó koktélt meginni, na de beszéljünk a szakmai részről. Itt van a új kis douchebagbe csomagoltam be mindent, hát amiket használni fogok, ugye itt van a A7-es 3, a 2470-nel fogok főként forgatni. Elhoztam a Ronin SC-t, azt biztos fogom használni, RSC2-t, és egy nagy softboxot is felállítunk, és nagyjából ez lesz így a setup, úgyhogy most elkezdjük a forgatást, nézzük az első snittet. Nézzünk meg néhány behind the scenes részt, hogy hogyan vettem fel, ugye már láttátok a videókat, és kezdjük ezzel, utána átbeszéljük a hangeffekteket, meg különböző kis praktikákat, amit használtam. Most már az első felvétel is történik, a bejáratnál vagyunk, itt megyünk át, illetve az ajtón jöttünk be, és a tükröződésekkel egy nagyon jó kis ilyen hangulatot meg tudjuk teremteni, ahogy bejönnek. Ugye ezt csinálok, illetve van itt ez a kis Tipton felirat, úgyhogy ezt fogom használni arra, hogy itt majd egy átmenet legyen, valamint ott megvilágítom ezzel a nagy fénnyel, ahogy jönnek be. Még azt nem döntöttem el, hogy egy ilyen ugye szembefény legyen, vagy lehet, hogy ide rakom fel. Na nézzük meg, milyen. Oké. Okay, let's do it. Okay. Go! Egy olyan 10 felvétellel jó is lett. A következő jelenetben most már itt jönnek be, és az egy kívás, hogy benne legyenek, hogy utólag tudjam stabilizálni, ezt már ilyen alsó úgynevezett briefcase, tehát hogy egy ilyen aktatáska módba veszem fel a Roninnal, onnan kapnak egy nagy világítást, és itt jönnek fel, nézzük meg, hogy milyen. Ready, come! Most azt vesszük fel, hogy megérkeznek, és a háttérbe azt szeretném, ahogy a srác leveszi a szemüvegét, közbe próbál, de látszódjon a háttérbe a tükrön keresztül, hogy
hogy egy kabátlevétel is benne legyen. Na most annak kell megtalálni egy olyan szögét, hogy valahogy ott hátul látszódjon ez az egész. Most ezt nézem meg, hogy ez hogy lehet. Most az üzletben vagyunk, és azt vesszük fel, hogy, hogy nézelődnek, és utána ugye ki is szolgálják őket, tehát hogy tanácsot adnak, hogy milyen típusú szemüvegek kellenek, és ezt ilyen nagyon jó mélységélességgel igyekszem megtartani. Az fontos, hogy a fény az ugyanott van, mert ugye azt szeretnénk, hogy konzisztensek legyenek a felvételek. Most csinálunk pár ilyet, aztán meg lesz egy merész felvétel, amiben létra is kell. Na most jön az a nehéz felvétel, hogy itt van egy létra, és itt látjátok, hogy van rengeteg szemüveg, innen fognak választani. Én felmászok, a Ronint, az RSC2-t fogom használni, és egy ilyen bedöntő képet fogok megcsinálni. A fényt arrébb rakom, hogy jobban, nyilván, hogy minél fényesebb valami, vagy hogyha be van állítva, akkor ugye jól fog kinézni, nem lesznek zajok, úgyhogy próbáljuk meg, hogy hogy megy. Most az RSC-vel és egy RavenEye nevű eszközzel, ami kvázi egy ilyen trekkelést biztosít, hogy amire jelölöm, azt tudom trekkelni, fogok egy orbitálást, tehát hogy... Nem erült a kamerám, úgyhogy folytassuk innen. Tehát egy orbitnak nevezik, amikor egy bizonyos tárgy, tehát mondjuk van ez a tárgy, és körülötte megyek én körbe. Ez az, amit megcsináltam, és ennek baromi nehéz volt, mert hiába van ez a fantasztikus dolog az RSC2-nél, meg az RS2-nél, amit RavenEye-nak hívnak, ha valaki már drónozik, akkor abból ismerheti, hogy be tudsz állítani egy ilyen kis kockát, és azt trekkeled, de ahogy megyek, nyilván van a lépésnek egy föllemenetele, illetve nem tudom mindig középen tartani ezt, hogy... hanem egy profi stábbal és egy kiépített rendszerem, amik egy sinen keresztül megyünk körbe, csinálja az ember, akkor posztban, tehát editálás, vágás közben tudja megcsinálni. Ehhez én a Pixel Film Studiosnak használom a trekkelő, illetve stabilizáló pluginját, és azt csináltam, hogy mindig bejelöltem azt, hogy mit szeretnék trekkelni, ami úgy, ahogy látszik, mert hogyha belegondolunk, ugye az arctól nagyjából így indul a snitt, és elmegy megint az arc a fejnek az oldaláig, profilján egy picit túl. És ez volt nekem a trükköm, hogy nagyjából az orr ezáltal mindig látszódott, és azt igyekeztem megtenni középre. Arról ne is beszélünk, hogy amúgy az egyes felvételeknél nem pont olyan távolságra voltam, tehát így egymásra raktam ugyanúgy editálás közben az egyes klippeket, és beigazítottam, nagyítottam, kicsinyítettem, meg elhelyeztem, pozícionáltam, hogy pont ott legyen mindig ahol, és használtam egy transition-t, amúgy ez is a Pixel Film Studiosnak, ez egy sima pen, a pent hívják annak, amikor balról jobbra megy el, és ezt tudtam berakni egy kis motion blur-rel, tehát hogy még legyen benne egy ilyen homályosítás, és itt tényleg olyan, mintha észre se vennénk, hogy átmegyünk egy következő snitbe, csak egy ilyen pörgést érzünk, és hogyha szemfülesek voltatok, ugye azt is láttátok, hogy más-más szemüveg van az alanyon, és az érdekessége a videónak, hogy amúgy ebből készült egy férfi, meg készült egy női verzió is, vannak snittek nyilván, amit ugyanúgy vettem fel, és mind a kettő filmvariációból ugyanaz lett, de például amikor az elején először a srác próbál egy szemüveget, a női verzióban a csajszi megy oda, nyilván az orbitálásnál, ahol ugye megszakadt a felvétel, mármint a behind the scenes-es, ott megcsináltam ugyanezt a felvételt a sráccal is, meg a csajjal is, meg a szemvizsgálóban is, és a végén is, amikor koktéloznak, attól függően, hogy a férfi vagy női verzió van, a végén a nő kapja a koktélt, és a nő szemüvegére fókuszálok, illetve nyilván a férfi esetében a férfi kapja mindezt. Nézzük meg most a videót úgy, hogy leveszem róla a zenét és csak a hangeffekteket.
imádtam ezt hangefektelni, szerintem a szokásos 2-3 órához képest 4-5 órát töltöttem el vele, mert annyi minden van benne, ha csak azt az apróságot megnézitek, hogy nyilván a Timpton egy ilyen nagyon cool márka, és rengeteg sztár is hordja, amiről ott van egy könyv, én Robbie Williamsnél nyitottam ki, illetve kerestem meg, és ugye az egyik snitben látszik is Robbie Williams. YouTube-on kerestem egy koncertjét, ahogy így a konferencián bemondja azt, hogy Robbie, és meg egy ilyen tapsvihart is, és ez is például egy hangeffekt volt, hogy amikor a Robbie Williams látszódik, akkor pont halljuk a nevét, meg egy ilyen koncertes, örjöngő tapsvihar is bejön. Nyilván, ahol például a korongok, a lemezek játszottak, ott valamilyen scratchelés így is indul el, az ajtócsukódás, az, hogyha van valamilyen, ugye a vús, az már remélem tudjátok, ha már találkoztunk, például ez a elmegy balról-jobbra, vagy ha valamibe csattan az impact, hogy ezeket mind beletettem, de rengeteg olyan van, ahol mondjuk egy valamilyen mondjuk ilyen szexibb a téma, akkor egy ilyen női kis nevetést, morajt, vagy egy ilyen nyögésszerű dolgot beraktam. Nyilván a koktélozásnál, ahogy a sékert rázza, ahogy keveri a koktélt, a kocintásra több kocintás hangeffektet letöltöttem, amúgy én a Storyblocks-ot használom, ez egy fizetős oldal, de hogyha nem csak hobbiból foglalkozol vele, vagy van kedved költeni rá, hiszen ha a hobbid is feltehetőleg különböző eszközökre már költöttél, akkor miért ne költsél erre is, és árértékben azért éri meg szinte a legjobban, mert videó, zene és hangeffekt is van benne. Én általában ezt szoktam használni, de Google a barátod, nagyon sok ingyenes forrást is lehet ezekre találni. Úgyhogy nézzük meg most ugyanezt a videót, de csak hangeffektekkel, és annyival megspékelem, hogy berakom a timeline, tehát ahogy editáltam, és ott látszani fog, hogy illeszkednek egymáshoz a különböző klippek, hol vannak transitionok, és mikor milyen hangeffekt jött be. Nézzük meg! Thank you.
Hogy tetszett? Írd meg kérlek kommentbe, illetve hogyha még itt vagy a videóba, feltehetőleg érdekel ez a téma, úgyhogy lájkold a videót, oszd meg olyanokkal, akiknek tetszhet, akár üzenetbe, vagy posztolsz social felületekre, ezzel nekem nagyon sokat segítesz. Valamint ha most találkozunk először, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, mellette a csengőt is nyomd be, hogy ne maradj le. Ilyesmi tartalmakkal, különböző forgatások, behind the scenes, tutoriálok fognak jönni, a videózáshoz kapcsolódó technikák, a kamera, a fény, a komputer tekintetében, vagy mikrofon, hogy miket használok, illetve mivel ez egy vállalkozás, arról is elég sok szó van a csatornámon, hogy hogyan tudod megtalálni a szenvedélyedet, amivel kiteljesülsz az életedben. Sőt, tavaly írtam erről egy könyvet, illetve jó pár évig írtam, de tavaly jelent meg, a HVG könyvek adta ki. Link a leírásban, és hogyha nem szeretnéd egyből megvenni, bár hogyha felmész az oldalra és megvended, én dedikálom, meg olcsóbb is, mint máshol, de akár a Libribe is bemetsz. Na de a lényeg, hogy ebből a mindegyik fejezetből csináltam egy napi vlogot, ami fent van a csatornámon, be is linkelem ide, úgyhogy ha gondolod, azt is nézd meg. Remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!